A Városházán, a Megyeházán és a Ciszterci Nagyboldogasszony templomon túl az érdeklődők immár második alkalommal nyerhetnek bepillantást az Árpád fürdő történelmébe, ahol helyi termékkóstoló is várja őket. A fürdőnek a profiljában belevág az egészséges életmódnak a népszerűsítése, és azoknak a helyi termelőinknek a város lakosságával történő megismertetése, akik ilyen termékeket készítenek. A püspöki palotában az Egyházmegyei Múzeumban kiváltott jeggyel olyan helyekre is eljuthatunk a rendezvény első napján, ahová eddig még soha. A látogatók elmehetnek és megtekinthetik belülről a püspöki palota magánkápolnáját, ami mai napig a székesfehérvári püspök magánkápolnája, ahol az ájtotosságait, magánájtotosságait, illetve szentmiséket is bemutatja. A Fejér megyei levéltár is nyitott kapukkal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között. A hétköznapi ember az nem jut el a levéltárba, csak hogyha valamilyen ügye van, akármilyen ügyfajtában, illetve kutatni szeretne családfát, vagy egyéb történészi vénából fakadóan valamilyen kutatási óhaja problémája van. A nemrég átadott Királykút emlékházban idegen nyelvű tárlatvezetésre invitálják a székesfehérváriakat és a turistákat. Angol és német nyelvű tárlatvezetés is lesz, tehát egy kolléga ott lesz, aki várja a látogatókat. Mindkét napon barokk zenei koncertet rendezünk azért, mert ez az épület egy késő barokk stílusú, cop stílusú épület. A Hímerház történetéről Igari Antal megyei főépítésztől tudhatnak meg többet a látogatók. Amikor egy építész mutathat be egy épületet, ott azért az építészeti, történeti és a restaurálási folyamatok is előtérbe kerülnek majd a bevezetésnél és a körbevezetésnél. A szerb ortodox templomban nem csak kórus hangverseny várja az érdeklődőket. Bemutatunk különös a nagy közönség által nem látott képeket, relikviákat, tárgyakat, egyházi tárgyakat, és létrehoztunk egy állandó kiállítást Katerina Ivanovics festőművésznő emlékére. A múzeumok éjszakájához hasonlóan kivételes összefogás volt ezt tanúbizonyságot ez a rendezvény is. Breyer Éva alpolgármester szerint ennek köszönhető, hogy kulturális emlékeinket méltó módon megőrizhessük. Kötelességünk, amit örökül ránk hagytak az elődeink, azt megőrizni, megmutatni ezt magunknak, megmutatni a következő generációknak, megtanítani őket arra, hogy ezt óvják, védjék. Szeptember 15-én és 16-án tehát Székesfehérváron 9 helyszínen várják az érdeklődőket a Kulturális Örökség napja alkalmából. Bővebb információk a város weboldalán olvashatóak.